Hófehérke és a hét törpe. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy gyönyörű hercegnő, akit Hófehérkének hívtak. Mostoha anyja, a királynő irigyelte Hófehérke szépségét. A királynő minden nap megkérdezte a tükrétől. Varázstükröm, mondd meg nékem, akad-e párom szépségben? A tükör válasza mindig az volt. Te vagy a legszebb a világon. De egy nap a tükör azt mondta. Szép vagy, de tudd meg, van, aki nálad százszor szebb. Hófehérke, mordult fel a királynő. Hófehérke az udvaron volt, épp énekelt, miközben végezte a házi munkát. Arra lovagolt egy jóképű herceg, és meghallotta a gyönyörű énekszót. Felmászott a kastély falán, hogy megkeresse a lányt, de Hófehérke szégyellős volt, és az erkélyére futott. A herceg az udvaron elkezdett énekelni, amit a lány boldogan hallgatott. Megcsókolt egy celíd galambot, és elküldte a hercegnek. Mindeközben a féltékeny királynő épp cselt szőtt Hófehérke ellen. Megparancsolta a királyi vadászának, hogy vigye a lányt az erdőbe, és ölje meg. Mivel nem akarta feldühíteni a királynőt, a vadász az erdőbe vezette Hófehérkét, hogy virágokat szedhessen. Hófehérke letérdelt, hogy egy madárfiókát ápolgasson, aki kiesett a fészekből. Ó, ne sírj, kérlek, mondta. Miközben beszélt, a vadász mögé lopakodott, és elővette a tőrét. De a vadász nem tudott bántani egy ilyen kedves lányt. Bocsáss meg nekem, könyörgött. Aztán figyelmeztette Hófehérkét a királynő gonosz tervére. Menekülj, gyermekem, és soha ne gyere vissza! Hófehérke az erdőbe rohant. Ahogy futott, úgy érezte, mindenhonnan szemek figyelik. Úgy érezte, a fák kinyúlnak érte, és el akarják kapni. Nem volt hová menekülnie, ezért a földre vetette magát, és sírni kezdett. Kis idő múlva Hófehérke felnézett, és látta, hogy erdei állatok veszik körül. Tudtok egy helyet, ahova mehetnék? Kérdezte tőlük. A barátságos állatok egy apró birtokra vezették a lányt, bent az erdőben. Olyan, mint egy babaház, mondta Hófehérke. Kopogott az ajtón, de senki sem jött. Bejöhetek? Kérdezte, de erre sem érkezett válasz. Lassan belépett a házba. Ahogy Hófehérke bejárta a házat, hét kicsi széket és hét kicsi ágyat talált. Itt hét kisgyerek lakhat, lepjük meg őket, és takarítsuk ki a házat, javasolta a hercegnő. Talán akkor megengedik, hogy itt maradjak. Nem messze onnan a hét törpe, akiké a birtok volt, épp a bányájukban dolgoztak. Elfoglaltak voltak, egész nap gyémántokat kerestek. Miután elmúlt 5 óra, ideje volt hazamenni. Tudor vezette a sort hazafelé, utána jött Morgó, Vidor, Szundi, Hapci, Szende és Kuka. Útközben pedig fütyültek és énekeltek. Mikor a törpék a birtokra értek, látták, hogy égnek a fények. Valaki bent volt a házukban. Belopakodtak Lábújhegyen, felmentek a lépcsőn, és látták, hogy valaki épp az ő takarójuk alatt alszik. Ez egy szörny, suttogta az egyik törpe. Közelebb léptek, és Tudor felkiáltott. Hiszen ez egy lány. A törpék Hófehérkére bámultak. Gyönyörű, mondta Szende. Pont, mint egy angyal. Hófehérke felébredt, és köszönt nekik.
Sziasztok! Elmondta a törpéknek, hogy ki ő, és mit tervezett ellene a gonosz királynő. Ne küldjetek el, kérte. Ha megengeditek, hogy maradjak, mosni fogok, varni, seperni és főzni, ígérte Hófehérke. Erre a törpék azt kiáltották. Hurrá, maradjon! A boldog hercegnő a konyhába sietett vacsorát készíteni. A törpék leszaladtak a lépcsőn, hogy egyenek, de Hófehérke azt mondta, a vacsora még nincs teljesen kész, még van időtök megmosni a kezeteket. Hadd lássam őket! Vonakodva megmutatták a piszkos kezeiket Hófehérkének. Rosszabb, mint gondoltam, mondta. Indítsatok kifele kezet mosni, különben egy falatot sem fogtok enni. Minden törpe elindult a kádhoz. Egy kivételével. Azt megnézem, ki fog rávenni, hogy megmosakodjak, mondta Morgó. Erre a többi törpe felkapta Morgót, és bedobták a kádba. Csillogó-villogóra sikálták. Ezért megfizettek, zsörtölődött Morgó. A kastélyban a királynő a varázstükre előtt állt. Ki a legszebb a vidéken? Kérdezte, ahogy mindig is. De ahelyett, hogy azt a választ kapta volna, amire számított, a tükör azt mondta neki, még mindig Hófehérke a legszebb. Még mindig élt. A vadász hazudott neki. A tükör azt is elmondta a királynőnek, hol bujkál pontosan Hófehérke. A dühös királynő ivott egy főzetből, ami öreg asszonnyá változtatta. Ezután csinált egy elvarázsolt almát. Egy falat ebből a mérgezett almából, és Hófehérke örökre lehunja majd a szemét, mondta. Csak az igaz szerelmétől kapott csók ébresztheti fel. A birtokon azonban Hófehérke és a hét törpe nem tudott a királynő tervéről. Végeztek Hófehérke fenséges vacsorájával, majd késő estig énekeltek és táncoltak. Még Morgó is csatlakozott a mulatsághoz, azzal, hogy az orgonán kezdett klimpírozni. Másnap reggel Hófehérke minden törpének adott egy búcsú puszit, amikor elindultak a bányába. Kuka kettőt is kapott. Tudor így figyelmeztette a hercegnőt. A királynő nagyon furfangos, óvakodj az idegenektől. Ne engedj be semmit és senkit a házba, tette hozzá Morgó. A királynő öregasszonynak álcázva az egész éjszakát azzal töltötte, hogy átkelt az erdőn, hogy megtalálja a törpék otthonát. Az árnyékok között figyelte és várta ki, hogy a törpék elmenjenek. Aztán lassan belopódzott a birtokra. Hófehérke elfoglalt volt, épp pitét sütött, mikor egy árny vetült rá. Rémülten felnézett, és meglátta az öregasszonyt az ablakban. Egyes egyedül, kicsikém, kérdezte a királynő Hófehérkét. Aztán felajánlotta a hercegnőnek a mérgezett almát. Gyerünk, harapj bele! Hófehérke barátai tudták, hogy az öregasszony nem az, akinek mondja magát. Mielőtt Hófehérke elvehette volna az almát, a madarak a királynőre vetették magukat. A haját tépték, és a szárnyaikkal ütögették az arcát, így próbálva minél távolabb űzni a lánytól. Szégyeljétek magatokat, megijeszteni egy öreg hölgyet, szitta meg a madarakat Hófehérke. Sajnálta az idős asszonyt, így besegítette őt az udvarba. A madarak és az erdei állatok a gyémánt bányához siettek, hogy figyelmeztessék a törpéket. Húzgálták a törpék szakállát és sapkáját, rángatták az ingújukat, és hátulról lögdösték őket. Végül a törpék megértették. A királynő, Hófehérke, kiáltotta Tudor. Meg kell mentenünk, mondta Morgó. De mielőtt a törpék visszaérhettek volna a birtokra, Hófehérke elfogadta az öregasszonytól a mérgezett almát, és beleharapott. Hófehérke összeesett, az almát kiejtette a kezéből.
Most már én leszek a legszebb a vidéken, mondta a királynő, miközben hatalmas vihar támadt odakint. A királynő elkezdett a birtokról az erdőbe menekülni, de mielőtt még megszökhetett volna, a 7 törpe és az összes erdei állat üldözőbe vette a fák között. Ott van, kiáltotta Morgó. Utána! Dörgött felettük az ég, és mindenhol villámok cikkáztak, de a törpék tovább üldözték a királynőt. Utána másztak, és bekerítették őt egy szikla tetején. Elintézlek benneteket, zihálta, miközben egy hatalmas sziklatömböt próbált rájuk gördíteni. Hirtelen villám sújtott arra a párkányra, amelyen a királynő állt. A szikla megrepett a lábai alatt, és a gonosz királynő lezuhant a sötét mélybe. Az összetört szívű törpék gyönyörű ágyat készítettek az alvó hófehérkének, és éjjel-nappal figyelték. Aztán egy nap feltűnt a tisztáson a herceg. A jóképű herceg mindenhol kereste már azt a lányt, akivel azon a reggelen találkozott a kútnál. Mikor a tisztásra ért, ahol hófehérke feküdt, letérdelt, és adott neki egy búcsúcsókot. Ez volt az első szerelmes csók. Egy lágy sóhajtással hófehérke felült, és megdörzsölte a szemeit. A herceg örömében felkiáltott, és a karjaiba vette a lányt. A törpék táncolni és nevetni kezdtek. Az erdő pedig csak úgy zengett az erdei állatok boldogságától. Hófehérke életben volt. Hófehérke köszönetet mondott a törpéknek mindenért, amit tettek érte. Búcsúzóul mindegyiküket megpuszilta, miközben megígérte, hogy hamarosan látják egymást. A herceg és hófehérke együtt visszavágtattak a kastélyba, és boldogan éltek, míg meg nem haltak. Vége.